Sziasztok, Horváth Dani vagyok, és a mai epizódban Lillafüredre látogatunk el, pisztrángot fogunk fotózni, csónakázni fogunk. De csodálatos, ezek a magas hegyek, ezek a szép fenyőfák, tehát teljesen fordítva van, ők meg onnan ide jönnek, hogy milyen szép, Lillafüred, jaj de szép, mi meg oda kimegyünk is, akkor elcsodálkozunk rajta. Jó egymás tájait megnézni. 1900-as évektől Lillafüred, Erzsébet nevű hölgy, akiről nevezték Lillafürednek, és azelőtt hámor, alsó hámor és felső hámor volt. Hát ami tudnivaló itt, hogy itt van egy szelet a barlang, ami ősember barlang, tehát ez egy híressége. Van másik két barlang, még az egyik egy sima kis cseppkőbarlang, a másik a Szent Anna barlang, az pedig egy méztufa barlang. Mielőtt nem épült fel, 1930 előtt is már itt nyaralótelep volt, Miskolcnak egy nyaralója volt ez. Volt egy palota, úgy hívták, hogy Weidlich palota. Hát ez most egy el van törpülve a palota szálló mellett, de 1920 és az előtt még az volt itt, az uralta ezt a völgyet, a Hámori tó mellett. Hámori tó, az a nevét a Hammer szóról kapta, ugyanis ez kalapács, és ugye a ide költözött németek csináltak ebből itt tavat, ebből a kis Garadna völgyben folyó kis patakocskát feldúzasztották, és itt kalapács működéssel dolgozott ez a malomkerék, és innen nevezték Hammeri tónak, ugye kalapácsos tónak, hát így lett aztán magyarul Hámori tó belőle. Mai egészségügyi szempontoknak nem felelne meg, de akkor keményebb emberek, szikárabb emberek éltek, mint ma. A mai petyütt emberek már nem mennének bele ebbe a hideg vízbe, de akkor vidáman lubickoltak felnőttek gyerekek a Hámori tóban. Meg hát több, József Attila is, ő meg itt írta az ódát. Neki is, ha majd felsétálnak oda a vízeséshez, a kövekre le vannak téve a versei, és a köveken lehet olvasni. Csodálatos. Ha csak tehetem, senkit nem engedek úgy elmenni itt. Annak kötelező csónakázni. Addig dumálok, addig magyarázok nekik, hogy csak jöjjenek. De aztán a vége, mikor meg jönnek ki, jaj, de aranyos ember, hogy meggyőzött. De jól tette, hogy nem engedett tovább menni. Meg ugye van egy csodálatos pisztráng telep, ahol legalább ötféle pisztrángot tenyésztett ki a Hoicsi Gyuri. Megérkeztem a Lillafüredi pisztrángoshoz, és mielőtt a telep lelkivel, Hoicsi Györggyel beszélgetnék, pár szóban elmondom, hogy mit kell tudni erről a Lillafüredi pisztrángosról. A Lillafüredi pisztráng telepet még 1932-ben a Magyar Királyi Erdő Igazgatóság építette. A mai napig hagyományos technológiákat alkalmaznak, és a tavakat, amiben a pisztrángok vannak, most is a helyi forrás látja friss vízzel. Viszont volumenben olyan nagyot fejlődött az évek során, hogy a kezdetekben még másfél tonna volt a kapacitásuk, most pedig már 60 tonna pisztrángot tudnak tenyészteni. Jelenleg a pisztrángtelepen vagyunk, ahol a halsütöde is van, ami 30 éve várja az ide látogatókat. Itt közben a pisztrángok ugrálnak fel. Mögöttem, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha ezen a kis hídon átugrik egy pisztráng. Egyébként ebbe az étterembe 150 főt tudnak leültetni, és a sült pisztrángtól elkezdve a füstölt pisztrángig mindent meg lehet találni, ami pisztránggal kapcsolatos. A telep működtetése nem egy álommeló, nem lehet elmenni nyaralni. Hogyha vihar van, akkor éjszaka kétszer is le kell jönni és megnézni, hogy a falevelek nem sodródtak be az oxigén szivattyúba, mert hogyha igen, akkor elpusztulnak a halak. Na de most nézzünk szét a pisztrángtelepen, ahol egyébként már a CNN is forgatott. Egy év alatt megépítették a
az első öt medencét, és ennek a szélünknek a helyén egy keltető házat, és azóta azt lehet mondani, hogy szinte folyamatos a termelés. Hát jelenleg itt három fajt tenyésztünk. Az őshonos, Európában őshonos sebespisztrángot nagyobb mennyiségben már csak mi szaporítjuk itt, és teljes vertikummal vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy anyaállomány, ikra, ivadékkeltetés, vagy ikrakeltetés, ivadéknevelés egészen a piaci halig, mivel mi nem alkalmazunk hormonkezelést, ezért minden héten minden anyahalat kézbe veszek, és megnézem, hogy van-e nála érett ikra. 2-3-4 kg-os anyahaltól 4-5 ezer ikrát tudunk lefejni, de egy 5 kilós képes akár 10 ezer darab ikrát is leadni. Aztán, amikor kikelnek, a kis halak még 3 hétig pihennek a keltető edény alján, azután felúsznak a felszínre, beleharapnak a levegőbe, megtöltik az úszóhólyagjukat, és kezdjük el őket etetni. Ilyenkor fél óránként etetjük a kis pisztrángokat. Ugye egy édesanyja a gyermekét 3 óránként szoktatja meg, ezeket fél óránként meg kell etetni, mert ezek ragadozó halak, ugye? Tehát az őshonos sebes pisztráng mellett van a szivárványos pisztrángunk. A szivárványos pisztrángból úgymond 3 törzs található. Van egy Kamloops törzs, ez egy Kanadából származó törzs, ezek októberben ikráznak. Van egy Steelhead törzs, egy acélos fejű törzs, ezek januártól májusig. És van az arany pisztráng, az januártól február végéig, március elejéig adja az ikrát. Hát látunk mellette egy-két ilyen tigris pisztrángot is, ezeket én követtem el, a sebes pisztrángot és a pataki szajblingot kereszteztem össze. Ez egy faj hibrid, ugyanúgy, mint az összvér, tehát a lónak és a szamárnak az utódja. Ezek meddő halak, tehát tovább nem lehet szaporítani. Nekünk folyamatosan vannak itt kutatásaink, kísérleteink. Ez is alapul szolgált, ez a meddőhal egy kutatás, az a Gödöllői Szent István Egyetem halas tanszékével csináltuk, ős ivarsejteket ültettünk be ezekbe a halakba. Európában nekünk sikerült először. Egyébként kétféle módon etetünk, részben így kézből, részben pedig itt vannak a tavak fölött ezek a pálcás önetetők. Ebbe a kimérjük a takarmány, belelóg egy kis pálca rajta, egy kis fehér golyócska, és a halak kipofozzák belőle a takarmányt. Kézből azért szeretek etetni, mert akkor ráadásul jobban szemrevételezi az ember a halakat. Látjuk, hogyha sérülések vannak, vagy bármi probléma lenne, akkor lehet őket egyszerűen kezelni, vagy meg lehet előzni esetleg egy nagyobb betegsége a terjedésén. Ez Közép-Európában egy egyedülálló ilyen rendszer. 3 medencének a vizét forgatjuk össze, részben egy mechanikus, részben pedig egy baktériumos víztisztítás történik itt náluk. Minden egyes medencét kiszoktunk meszelni. És ez a mész egy nagyon jó fertőtlenítő, egy természetes anyag, úgymond, és szerencsére nem igen fordul elő betegség nálunk. Egy köbméterben olyan 25-27 kg-nyi hal van, ez még azt lehet mondani, hogy tűrhető. Nyugat-Európában, Dániában vannak olyan pisztránytelepek, ahol egy köbméter vízben 100-120-150 kg halat is nevelnek. Itt inkább az utóbbi időszakban a madarak a probléma, különösen a szürkegém. 10 évvel ezelőtt itt a hegyek közt nem láttunk szürkegémet, most meg napi szinten 10-20 darab szürkegém jár ide, azért van ez a háló is, ugye ez egy gázló madár, itt nem tud bemenni a tóba, mert ugye itt 1,20-1,40 m, de a széléről kiszedegetné, de ezen a hálón nem tud átnyúlni. Most pedig pisztrángokat fogunk fotózni, és hogy ne vigyünk be semmilyen vírust a pisztrángokhoz, ezért le kellett fertőtleníteni nem csak a kezemet, hanem a kamerát is, az állványt is, de most nézzük, fotózunk pisztrángokat. Sose készítettem még víz alatti felvételeket, pláne úgy, hogy ezek nagyon kicsi medencék, itt nem lehet merülni. Úgyhogy az Olympus TG6-os akció víz alatti kameráját használtam, ami kifejezetten erre a szituációra alkalmas. És a Jobbinak a telepodját, ami inkább egy ilyen továbbfejlesztett selfie stick, de én most befogtam erre a munkára. A fő gondom az volt, hogy wifi hiányában nem tudtam szinkronizálni a mobilt a kamerával, úgyhogy teljesen vakon kellett fotózzak. Beállítottam sorozat lövésre, és így készítettem a fotókat. Elég sokszor kellett próbálkozzak, mert többször nem voltak fókuszban a halak, és nagyon sokszor nem jól tartottam a kamerát, úgyhogy teljesen ferdék lettek a fotók, de itt láthatjátok, hogy milyenek lettek az elkészült és a használható fotók.
A friss pisztrángokat ezekből a tavakból szedik ki, és innen mennek a sütőbe. Egyébként hihetetlen nyugalmas ez a hely, nem is akarok elmenni innen. Annyira jók az illatok is, ahogy a pisztrángokat füstölik. Egyébként háromféle pisztrángot lehet itt fogyasztani, a rántott pisztrángot, a fokhagymásat és a füstölt pisztrángot. Egyébként kicsit olyan érzésem van, hogy be van borulva az ég, mint hogyha valami tájföldi rizsföldeken lennénk. Lövök még pár szép képet, mert most nagyon szép szórt fények vannak. Utána megyünk át a másik étterembe, és végén, hogyha nem esik az eső, akkor vissza a hámorítóhoz, ahol naplementébe jó lenne egyet csónakázni. Ez a kis street foodos kaja, meg a pisztrángötös napoknak az új kajái, egyszerű, de új kajái is már egyszer csak véges lett, akkor szerettünk volna egy magasabb szintű éttermet nyitni a saját halainkból, ami azt hiszem, hogy minőségű hal, itt a bükk kristálytiszta forrás vizet táplálja a legjobb kajákkal, és egy olyan éttermet, ahol saját fűszerkertünk van, saját kovászos kenyerünk, a desszertjeinket is mi sütjük, és természetesen szálkátlanított filézett halakat. Ugye itt egészen más jellegű konyhát kell, az egyik legmodernebb eszközöket használjuk. Ugyanúgy itt vagyunk a bükk szívébe, tehát gyönyörű erdei környezetben, hátul a konyhán meg minden kézműves, tehát mi nem dolgozunk ilyen metrós, teszkós, fagyasztott dolgokkal, itt csak friss dolgok vannak, saláták. A salátáinknak a nagy része Hernád Szent Andrásról, a biokertészettől kerül ide, illetve hát, amit mondtam, hogy a fűszernövények azok sajátok, illetve a többi zöldség meg általában termelőktől veszük közvetlen. Van egy olyan termelő, aki csak a karalábé karfiol, pagoda karfiol, ilyeneket termeszti, az tőle, van egy olyan, aki 14 féle hagymája van, és azokat, és van egy beszerző legényünk, aki egy zöldség kereskedése van, és akkor ő ezeket fölhajtja, és akkor hozza nekünk hetente kétszer, naponta egyszer-kétszer hozunk le friss filét, most is azért szaladtam előre, hogy az aranypisztrány filét, illetve a szivárványos pisztrány filét lehozzam a konyhára. Kis étterem és speciális, tehát elsősorban halételekkel, de mindig van egy olyan ételünk, ami nem hal, most jelenleg egy ilyen szarvas vadasan van, magvas túrógombót szokta háromféle magokkal, mindig van egy-két vegán kajánk, egyre többen vannak ilyenek. Próbálunk odafigyelni arra, hogy gluténérzékeny, laktózérzékeny, stb. Ezeket is desszerteknél is, tehát már odafigyelünk az ilyenre is. Tudjátok, hogy én nagyon szeretek természetes fényekkel dolgozni, és nagyon szép volt az idő, így itt is így fotóztam. Kiválasztottam a különböző helyszíneket, ahol különlegesebb háttereket találtam, például ezt a hordót, de egyébként az asztalnak a hátterét is nagyon szerettem, így itt is készítettem fotókat. És amit még szeretek, hogy szeretem becsalni az étlapot, az evőeszközeket, ezek is jól tudnak mutatni, így itt van pár kép erről is. Hát elég szomorúan hagyom itt a vendéglőt, nagyon-nagyon finom volt minden, nagyon jó a hangulat, ezt nézzétek, itt csorog a patak a háttérben, most viszont még naplemente van, úgyhogy visszamegyünk a hámorítóhoz, ahol csónakázunk egyet. Hogyha tehetitek, mindenképpen jöjjetek el ebbe az étterembe, mert annyira gondosan odafigyelnek mindenre, és olyan ízek vannak, olyan halak, amit még nem ettem, úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok ki.